A gyerekek a táv felének megtétele után az egykaros pillangóból átváltanak kétkaros pillangó úszásba, kísérleteznek az oldalirányú levegővétellel és az eddig tanult elemek betartására törekszenek. Első gyakorlat. Delfin lábtempó 4-es szabállyal. A már korábban említett 4-es szabály betartása mellett figyeljen az úszó a helyes levegővételre. Kifújás a lefelé csapás alatt, beszívás a felfelé csapás kezdetén történjen. A lábfejek lehetőleg ne kerüljenek a vízszintje fölé. Második gyakorlat. Egykaros pillangó oldalérintéssel. Az első delfin befejező csapása a kézfej vízfogás szakaszára esik, míg a második delfin a kartempó tolás szakaszának a végére kerül. Harmadik gyakorlat. 25 méter egy karral és oldalérintéssel, 25 méter pillangó. Emelje az úszó magasra a vállát, a karját pedig próbálja minél jobban kinyújtani. A víz alatt hosszan, egyenesen mozogjon a tenyér egészen addig, amíg rá nem simul a comb belső részére. Negyedik gyakorlat. Folyamatos pillangóúszás. A két kar nyújtva kerül előre, a kezek a vízbeérés előtt szinte összeérnek. Ebben az életkorban és ezen a tudásszinten a levegő beszívásakor oldalirányba fordítsa el a fejét az úszó.